Már a PVSK dzsúdó termében edz Kenderesi Péter, a fiatal sportolók példaképe sikert sikerre halmozott idén. Utolsó éves ifiként az Európa Kupa második helye után korosztálya világbajnoka lett, majd megnyerte az Atomkupát, aztán az októberi junior országos bajnokságon megvédte magyar bajnoki címét. Az országos bajnokságról arra így készültünk, hogy ott egy aranyat azt kell hozni, ugye előző évben sikeresen meg tudtam ugyanezt a versenyt nyerni. Főleg a döntőben lett volna egy nagyobb küzdelem, viszont az ott jövő ember, a Lakos Mátinak hívja, egy sérülés szerett össze pont a döntőmérkőzésen, a lába sérült meg. Így nem tudta ugyanazt hozni, mint általánosságban, amit egyrészt, mint sportember is sajnálom, mivel hát azért mégiscsak úgymond nálam sérült meg, plusz egy jó barátom. A másik pedig, hogy mégiscsak egy teljesen jó meccset tudtunk volna menni, egy szoros meccset, de így ez sajnos elmaradt. A világbajnokságra igazából úgy mentem el, hogy mindent kiadok magamból, a legjobbra törekszem, és meglátjuk, hogy mennyire lesz ez elég. Egy mongollal kezdtem, utána jött egy brazil, egy ukrán, és a legvégén jött egy üzbég ellenfél. Mindegyik nagyon erős volt, nagyon jó mozgásuk volt. Viszont jól tudtam kihasználni azt a hátrányt, hogy földön nem ismerték annyira a technikákat. Péter számára most kezdődik az alapozó időszak, jövőre már juniorként versenyez. Nem azt mondanám, hogy levezetés volt, ugye a Péternek most egy korosztályváltás fog következni, a junior korosztályba fogunk debütálni, és igazából ide egy kicsit ilyen betekintés volt az országos mezőnybe, de már azért a nemzetközi mezőnyt is kóstolgatjuk, meg próbáljuk fel térképezni, hogy milyen ellenfelekre számíthatunk, és hát reméljük, hogy ott is hasonló eredményeket fog a Péter elérni. Egyenlőre úgy néz ki, hogy még azért sikerül vele plusz munkát tenni, és nagyon jól bírja, úgyhogy valószínűleg azért ezek az eredmények még várhatóak lesznek tőle. Igazából nem mondanám, hogy több edzése, mert eddig is azért elég sok edzés számmal dolgoztunk, inkább minőségbe kicsit javítunk az edzésen, illetve sokkal többet fogunk külföldi edzőtáborokba járni, sokkal többet fogunk olyan minőségi partnerekkel, ugye már a felnőtt válogatottba sokkal többet fogunk becsatlakozni a munkába, és ezáltal a Péternek is a technikai, illetve a taktikai tudását tudjuk fejleszteni. Igazából eddig az ifjúsági korosztályban teljes mértékben azt tudom mondani, hogy a Péter a mentális felkészültségével tűnt ki a legeslegjobban. Ugye azért hát az üzbég, illetve a brazil ellenfelek, az ukrán, akikkel küzdött a világbajnokságon, ott ők is fizikálisan jó állapotban voltak, de a Péter is igazából hát itt a világ színvonallal azonos szinten van. Talán azt mondanám, hogy ez a mentális felkészültség és tényleg a taktikai tudás, meg az, hogy a minden utasítást úgy tart be, ahogy az be kell, és ezzel nagyon könnyen tudunk haladni és dolgozni. A junior és serdülő országos bajnokságon a verseny összesített eredménylistáján a PVSK 1 első, 2 második és 4 ötödik helyezésével 43 egyesületből a 4. helyen végzett. Igazából ugye utánpótláskorban már az kimutatkozott, hogy nagyon jó az a tűrőképessége, amelyet esetleg egy vereséggel is el tud viselni. És a munkához való hozzáállás. Ugye mindannyian ugyanazt tudjuk, de a hozzáállásunk eldönti, hogy melyikünk jut előrébb. És őnála az látszott, hogy nem ijed meg a munkától, elmer fáradni, terhelhető ezáltal. És egyre jobban látszott rajta, hogy ezt a munkát el fogja tudni bírni. Amikor már egy munkát elbír egy versenyző, akkor már nagy lehetőségek vannak benne. De itt volt még egy háttérinformációnk, a kedves szülők, akik úgy álltak a dologhoz, hogy hagytak minket vele dolgozni. Tehát ha reggeli edzést írtunk ki, akkor ide termelték a gyereket, hogyha netán a délutáni edzésünk hosszabb volt, akkor kivárták és úgy vitték haza. A keretedzések, ugye, ami egy igazából megterhelő a mi számunkra, mert elég messzire kell utaznunk, Budapesten van a keddi, és a csütörtöki pedig Baján. És ezeket mind fölvállaltam. Ebből már lehetett látni, hogyha ezt a munkát valóban el tudja végezni, ott, hadd mondjam úgy, hogy csak mit tudunk rontani. Ugye, és akkor jöttek az Európa kupák. Utolsó éves ifjére terveztük az igazi nagy eredményeket, és ez bejött az Európa Kupa második helyel. Az ifjúsági olimpiát egy kicsit be kellett áldoznunk, mert túl közel volt az EB-hez, és ilyen közel nem tudtunk két csúcsformát hozni. Ezért a Dáviddal azt beszéltük meg, hogy a világbajnokságra összpontosítunk. Az ifjú olimpián ugye 7. lett az idősebbek között,
itt pedig a saját korcsoportjában az ifjúsági világbajnokságon meg világbajnok tudott lenni. Utána volt még két versenye, ugye az Atomkupa, illetve most az ifjúsági junior magyar bajnokság. Mind a kettőt nagyon szépen hozta. Az Atomkupán egy ukrán gyerekkel döntőzött, itt pedig egy RHDS-es fiúval küzdött a döntőbe, és szépen hozta. És én azt hiszem, hogy ez egy jó dolog nekünk, mert egy kicsit húzó ember lett. A többiek is elhiszik innen közülünk, ebből a teremből valaki oda tud érni. Így most az edzéseket azt mondom, egy kicsit magasabb létszámmal is visszük. Szeretnek a Petihez tartozni, meg remélem hozzánk is, és reméljük, hogy a város hírnevét, a PVSK hírnevét visszük előre. Kenderesi Péter az alapozó időszak után januárban felnőtt olimpiai edzőtáborban vesz részt, majd februárban az Európa-kupán mutatkozik be a nemzetközi junior mezőnyben, Lignanóban.